Pénteken délután 5 órakor nyílt meg a 19. helyi termékünnep Hungarikon Fesztivál Kecskemét főterén. Az Aranyhoma Kistérségfejlesztési Egyesület által szervezett eseményen megelevenedett magyarságunk számos értéke, amelyet a 10 vármegyéből érkező 27 vendégkiállító bemutatkozásán keresztül ismerhettünk meg. A gasztronómiában, a színpadi műsorokban, a hagyományőrző programokban, bemutatókon is megelevenedtek nemzetünk csúcs teljesítményei, amelyek különlegességük, egyediségük és minőségük folytán értékőrző és teremtő üzenetet hordoztak, kifejezték a magyar életérzést. Hamzánél lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára a rendezvény megnyitóján elmondta, az esemény nemzeti értékeink, különlegességeink, a büszkeségeinknek bemutatása, amely mentén a nemzetünk összekovácsolódik és a magyar életérzés erősödik. Hál' Istennek nagy érdeklődés övezte a 19. helyi termékünnep Hungarikum Fesztivált itt Kecskemét főterén. Hál' Istennek már nagyon sokan ismerik ezt, hogy egy igazi családi program, és érdemes kicsiknek és nagyoknak kilátogatni a főtérre. És igazából a koncertek is nagyon beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Kovács Kati itt fölrobbantotta a színpadot pénteken. Az Alma együttesre is nagy csápolás volt a gyerekek körében, és a Mezzo zenekar is nagy sikert aratott. Tehát összességében a koncertek nagyon jók voltak, a kiállítás az egy csodálatos dolog volt. A Kossuth szobornál ugye 27 kiállító érkezett az ország 20 településéről, nagyon kellemes hangulatot teremtettek, a népi hagyományok megelevenedtek, és a nemzeti érzés az felerősödött szerintem mindenkiben, és az összetartozás érzése egyre fontossábbá válik itt Kecskeméten. A rendezvény nyitó napján Szemerei Népataki Klaudia köszöntötte a résztvevőket, aki hangsúlyozta, ez az esemény maga az összetartozás. A fesztivál fővédnöke V. Németh Zsolt, a Magyar Életmód és Nemzeti Értékeink Védelméért felelős miniszterelnöki biztos, megnyitó beszédében a rendezvény határokon átívelő jelentőségét emelte ki. A rendezvény nagy büszkesége a térségnek, hiszen évről évre itt mutatják be a környező települések sajátosságait, a térségekre jellemző hungarikumokat. A látogatók ezúttal is belecsöppentek abba az igazi magyaros jóízűségbe, a vendégszeretetbe, a büszke magyarság érzetébe, amely minden évben a rendezvény szellemiségét formálja. Ez a rendezvény most nagyon sikeres. Évek óta járok már ezekre a tavaszi rendezvényekre, és úgy látom, hogy ez most sokkal bővebb, sokkal többen vannak, sokkal bővebb a kínálat, sokkal több a bemutatót. Tehát látom a fejlődést, és ez nagyon fontos, és nagyon jó kis programok vannak itt, főleg a családosoknak, tehát én mindenképpen örülök, hogy van ilyen rendezvény. Az idei programok között neves fellépők, előadók remekeltek, a Hungarikum kiállításon pedig számos bemutatóval találkozhattunk. A program sorozat első napján Kovács Kati robbantotta fel a színpadot, a főtéren szinte mozdulni sem lehetett a nagy közönségtől. A szombati nap sem volt kevésbé programdús, hiszen az Alma együttes mellett számos izgalmas program közül válogathattak az érdeklődők. A Városháza aulájában kiállított Hungarikum rajzpályázat pályaműveinek eredményeit is meghirdették. A Kecskeméti hegyközségi borverseny megnevezte a város borát, majd ünnepélyes keretek között átadták az elismerő okleveleket a díjazottaknak. A színpad mellett érdekességként felléptek a Victoria Fitness Sport Egyesület szédületes tornászai, majd egy solymász bemutatón ámulhatott a közönség. A nap záró koncertje a Budapesti Operaszínház gálaműsora volt. Vasárnap a veterán járművek szerelmesei csodálhatták a kiállítást, majd sor került a Hungarikumok bemutatkozására. A kilátogatók megkóstolhatták a híres karcagi birkapörköltet, a karikásos toros csattogását, majd később élvezhették Csík János és a Mezzo zenekar talpalávalóját. A fesztivál minden napján óriási tömeg volt, nem csoda, hiszen volt, aki messziről érkezett családjával, hogy részt vehessen a Hungarikum fesztiválon. Kalocsáról érkeztünk, és a múzeumbarátok kézműves körét képviseljük itt mindhárman. Már több év óta itt vagyunk, mindig nagy sikerrel. Gyerekekkel foglalkozunk, színezünk velük, festünk,
és nagyon, nagyon jól érezzük magunkat. Nagyon jó programok vannak, mindig bemutathatjuk a viseletünket, akár a színpadon is, tehát elmondhatjuk, hogy honnan jöttünk, milyen tradíciókat viszünk tovább, és az embereket ez érdekli, nekünk pedig ez jó. A színpadi programokon kívül számos érdekesség kínálkozott még az eseményen. A fesztivál Hungarikum kiállítással, települési értéktár kiállításokkal, Hungarikum quizzel, nép- és ügyességi gyermekjátékokkal, kézműves foglalkozásokkal, hagyományőrző programokkal, látványkonyhával, kóstolókkal, családias hangulattal várta a látogatókat.